Sziasztok, Krich Balázs vagyok, és én is egy hobbi projektet hoztam, ami egy egyszemélyes hobbi projekt. Szerencsére prezentációval nem készültem, úgyhogy így abból nem is lesz probléma, hogy be tudom hozni. Tehát igazából ez az oldal, ez egy hát ilyen minimális működő béta fázisban van, gyakorlatilag NLP eszközökkel, tehát természetes nyelvi kifejezés vizsgálatával próbál szövegeket, narratív szövegeket értelmezni, illetve ilyen formájában egyelőre ábrázolni. Az alapkiindulásom a projektel az az volt, ez az elsősorban egy ilyen bölcsészeti projekt, mint inkább technológiai, hogy bár mondjuk egy hosszabb narratív szöveget, ezt főként ilyen struktúrálatlan adatként gondolhatunk rá, de hát azért ez részben igaz, hiszen valamennyire struktúrát, hiszen van jellemzően címe, ha elkezdjük vizsgálni, akkor először szavak szintjén mondatokra tudjuk osztani, bekezdésekre, illetve fejezetekre, illetve hát gépi eljárással különböző entitásokat is tudunk benne azonosítani valamennyien bizonytalanság mellett. De hát gyakorlatilag kinyerhető belőle, hogyha ezt nem is struktúrált adatbázisnak tekintjük, de különböző eljárásokkal kinyerhető belőle struktúrált adatbázis. Hoztam egy pár példát. Tehát itt a Gutenbergről van földolgozva néhány könyv, úgy ahogy kiesik az oldalról. Ezek előre földolgozott könyvek, de egyébként ilyen fázisában már lehet megföltölteni szöveget. Időnként elhasonlóan, mert azért még különböző karakterkódolási problémák és egyébek azok meg tudják fektetni, de mondjuk akkor nézzük a Karamazov testvéreket, hogy mit ad el az inputra. Hát igazából ugye itt nem túl meglepő dolgot látunk. A leggyakoribb kifejezéseket láthatjátok, illetve ábrázolva az egy megprototíp könyvtárral lett a kép kigenerálva. Ez ugye önmagában még nem érdekes, de ahhoz is, hogy már egy ilyen egyszerű grafikont ki tudjunk generálni, ugye mit kell tennünk, tehát először föl kell parszolnunk szöveget, itt ugye fejezetekre van fölparszolva, tehát ezt látjuk, ami egyébként nem igaz, hiszen ez csak a Karamazov testvéreknek az első könyve, de hogy abban 30 fejezetet látunk. Nyilván megelőzi ezt az, hogy szavakat azokat szótövesítjük, tehát van benne egy word stemming is, ami hát az angol ebből a szempontból egy egyszerű nyelv, mert gyakorlatilag a többes szám birtokos eset is kevés alapformáció van, a magyar esetében ez már sokkal nehezebb lenne, illetve sokkal nagyobb bizonytalanság mellett történik. És hát egyszerűen igazából fejezetenként meg van számolva a szavaknak az előfordulása, ezt látjuk a grafikonon. Ezt utána egy D3 JS-sel ábrázolt grafikonra is ki tudjuk tenni, illetve hát ha már megvan ez az adatbázisunk a háttérben, hogy mely szavak a fejezetenként milyen gyakran fordulnak elő, akkor nyilván tudunk kvérizni is. Tehát például a halál szónak az előfordulását, azt most pont nem tudom valamilyen leírni. Na mindegy, tehát hogy igazából hogy tudnék ezen kverizni, nyilván ez egy interaktív grafikon. Hogyha tovább megyünk, akkor van benne egy part of speech tagging is, tehát meg tudjuk nézni, hogy a regényben szereplő szavaknak szófajok szerint mi az aránya. Hát ez egyébként igazából egy tévút volt, azt hittem, hogy ebből valami érdekes dolog fog kisülni, és utána nagy meglepetésre az derült ki, hogy ez egyébként egy hosszabb szövegben egy viszonylag állandó arány, tehát hogy mondjuk ez a pie chart, ez gyakorlatilag szinte minden egyes hosszabb narratív szövegben így néz ki, de a későbbiekben pár napig elejéig kitérek, hogy azért nem volt teljesen haszontalan munka. Erre egyébként egy saját megoldást használtam, tehát ugye erre vannak meghívható könyvtárak, de az volt a tapasztalatom, hogy sokkal egyszerűbb leindexálni mondjuk egy megfelelően nagy szótárt, ebben az esetben a Webster szótár volt, és abból kinyerni a szavakhoz, illetve az alaphoz tartozó szófajokat. Utána szintén egy tévút volt a következő chart, ahol azt látjuk, hogy
fejezetenként, ami az Y-tenger, mennyi, hány szóval egy átlagos mondat, és annak az egyes szópozíció, ami a leggyakoribb szófaj, hát nem meglepő módon is minden főnév lett, ugye? Igazából ennyiből, tehát ez mutatja azt, hogy igazából az ember sok időt el tud tölteni teljesen értelmetlen dolgokkal. Viszont a következő chart az ennél sokkal érdekesebb, és ezt már egy regények, tehát dokumentumok között mozogva is érdekes elményeket ad. Ez a textblob sentiment elemző lett rángedve a szövegre, ami gyakorlatilag 1 és mínusz 1-es érték között ilyen sentiment analízist végeztet, azt végző, hogy az egyes mondatban lévő szavak összessége az inkább pozitív vagy negatív. Egyébként ez az mozi kritikákon lett tanítva ez a túl. És hát, hogyha regényeket ismerjük és látjuk, akkor megfelelő, egyébként meglepően jó eredményeket ad, bár nem regénye lett optimalizálva, itt pont a Karamazov testvéreknél ugye azt látjuk, hogy a viszonylagos nyomorból egy ilyen enyhe felemelkedés következik. De például, hogyha megnézzük a... ugyan a tekintetben a Bovarinét, akkor az talán még tanulságosabb, hogy a bourgeoisia viszonylag unalmas, de jólétben különböző izgalmakat és kalandokat keresve egyre nyomorúságosabban érzi magát. A következő csárton pedig, és igazából ez az, amivel mostanában foglalkozom a leginkább, hoztam egy példát is, ez a Stanford Egyetemnek van egy Java alkalmazása, ami egy named entity taggel, tehát végülis ott nagy korpuszokon gyakorlatilag ilyen entity linkinggel meg tudják állapítani, hogy melyek a személynevek vagy tulajdonnevek, és ezt utána személy, lokáció, szervezet, dátum, idő és pénznem szerint is lehet kategorizálni. És itt igazából nem tettem más, mint megnéztem, hogy az egyes tulajdonnevek azok mennyire közel szerepelnek egymáshoz a szövegben, és ennek alapján hoztam nódokat létre közöttük, és akkor igazából lehet látni, hogy milyen interakcióban vannak egymással. Ami viszont nagyon fontos, ezt kellett majd azt a fájt, amit hoztam, azt be tudjuk hívni, hogy ugye itt is egy személy, tehát amit egy személyként azonosítunk, az nyilván nagyon sok alakban tud előfordulni, és hát ez igazából elég érdekes helyzeteket szül. Ez a dokumentum co-referencingnek hívja az NLP. Tehát ezt például a Draculából hoztam egy igazán szivatos példát. Wilhelmina Murray az egyik központi szereplő a regénynek, ahol az algoritmuson most már igazából tudja azonosítani a leggyakoribb előfordulását ennek a személynek, ami minden öré lenne, illetve az egyes egyéb előfordulásait is. Viszont hát a narratíva, ahogy halad, Minamöré összeházasodik egy másik szereplővel, akinek utána fölveszi a nevét, és ugye Mina Harker lesz belőle. És hát ez csak igazából arra példa, hogy ezt a bizonytalanságot mennyivel nem tudja kezelni. Tehát olyan szabályrendszert nem nagyon lehet létrehozni, ami ilyen eseményt mondjuk le tud követni, és Mrs. Harkert és Minamörét egységesen ugye egy személyként kezeli. Az viszont látszik talán ebből a példából, hogy odáig már el tudtam jutni viszonylag gyorsan, hogy férfiakat, amennyiben van prefix, illetve hát ehhez használok személyi név adatbázisokat is, és az alapján ugye meg tudjuk állapítani, hogy mondjuk az adott karakter, illetve az ő előfordulása, az inkább férfi, illetve inkább nő. Ugye ezt láthatjuk, hogy meg tudunk különböztetni Mr. Harkert, aki egyben Jonathan is, vagy Mr. Jonathan, és Mrs. Harkert, aki egyébként Mina. És igazából az, hogy merre halad ez az alkalmazás, hát azt gondolom, hogy ez lesz a legizgalmasabb feladat majd az elkövetkező hetekben, hiszen hogyha meg tudjuk határozni az entitásokat magukat, függetlenül attól, hogy milyen alapban fordulnak elő, tehát hogy a co-referencing kész van, akkor utána az előbb mutatott funkciók is sokkal izgalmasabbak lesznek, hiszen mondjuk tudjuk őket vizsgálni az szerint, hogy
az egymással való interakciójuk során hogyan változik a szentiment, tehát hogyha két szereplő együtt fordul elő, akkor a hozzájuk kapcsolódó szentiment, illetve környezet az mennyiben módosul. Tudunk majd értelmezni párbeszédeket, ami szintetikusan elég jól le van követve a idézőjel szerint, tehát hogy mondjuk, hogyha sok párbeszéd van két szereplő között, akkor hogyan változik a szentimentjük, illetve ezeknek a metszete. Nagyjából ennyit gondoltam elmondani. Kettő darab kérdés, mert kicsúsztunk kicsit. Bocsánat. Kettő darab kérdés, valaki? Mert akkor én megkérdezem, hogy vannak-e szakdolgozói, de azért ennél vannak fontosabb dolgok. Az elemzéseid alapján mennyire biztosan tudom megmondani két videóról, hogy hasznos? Hát itt ez még nagyon nem tartok itt, ez majd a jövő zenéje lesz. De egyébként igen, tehát ez ugye volt ez a botrány a Harry Potter kapcsán, hogy elnéven írt regényt, és aztán azt tudták azonosítani, tehát ez egy létező dolog. Nem mondtad, hogy saját elérhető ez? Igen, ez a Python-ban van egyébként a backend írva, és a balki.pythonanywhere.com-on van hoztolva, tehát ott el tudjátok élni. Na jó, mi? Hát igen, tehát azon a mintán, amit vizsgáltam, ott értelmezhető eredményeket adott a tekintetben, igen. Köszönöm szépen a figyelmet!